Köszöntöm a hallgatókat, ha még nem döntötték el, hogy mit szeretnének elolvasni legközelebb, akkor érdemes lesz figyelni bennünket, hiszen itt van velünk a Vörösmarty Mihály könyvtár munkatársa, Gombkötő Gina, akit köszöntök nagy szeretettel. Én is köszöntöm a hallgatókat, szervusz Csilla. Mit fogsz ajánlani a hallgatóknak? Hát most egy zenei könyvet ajánlok, erre még nem volt példa. A Vörösmarty Mihály könyvtár központi könyvtárának van ugyanis egy zenei és számítógépes részlege, ahol nem csak kottákat, hang- és képfelvételeket, hanem zenei könyveket is kölcsönözhetnek az olvasók, és itt kölcsönözhető az a könyv is, amit ezúttal ajánlok. Mert műfaja szerint zenetörténeti bulvárról van szó. Egy olyan könyvről, amely a szerzője szerint is kifejezetten a szórakoztatást szolgálja. A bulvárt ugye szokás azonosítani az alantassal, a talmnyival, holott ennek is megvan a maga létjogosultsága, tehát ezt is lehet jól tálalni. Bősze Ádám Nagy zenészek, nagy szerelmek címmel írta meg a zenetörténet hálószoba titkait. 10 zeneszerző szerelmi történeteit osztja meg ebben az olvasókkal. De mit kell tudni a szerzőről? Zenetörténészről van szó, aki egyébként szerzetesként kezdte a pályáját, volt utcazenész és tanár is. Azután pedig létrehozott egy zenei antikváriumot. És egészen a közelmúltig, 2023. januárjáig műsorvezető volt a Komoly Zenét Szolgáltató Bartók Rádióban. Vele ébredtek a hallgatók a Muzsikáló Reggel című műsor révén, és hát nagyszerű estek házigazdájaként is ismerté vált a televízió nézői, a közkedvelt Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató műsorban jegyezték meg a nevét. Tehát Bősze Ádám nagyon fontosnak tartja az ismeretterjesztést, és hát az külön erénye, hogy hiány van annak az arisztokratizmusnak, ami a zenetörténet tudós szakembereit tisztelet a kivételnek gyakorta jellemzi. Tehát Bősze Ádám is egyébként előadásokat tart zenetörténeti témákban, az egyik sorozata például a zeneszerzők halálos betegségeiről szól. Na most erről egyébként az előszóban is ír, mert szent meggyőződése, hogy a betegség meghatározó egy művész életében. Franz Schubert például 31 évesen meghalt, de ebben a rövid életben olyan fantasztikus életművet hagyott hátra, ő még halálos betegen is komponált. De például Bőszét az is izgatja, hogy Beethovent a sükkedtsége mennyire befolyásolta a zeneművek megalkotásánál. És hát azt is megírja, hogy amikor szóba került egy könyv ötlete, a kiadó mégis úgy érezte, hogy a muzsikusok betegsége kevéssé érdekli az embereket. Hát talán igaza van. Így került szóba a zeneszerzők szerelmi élete. Most kérdés persze, hogy mi történik, ha a zenetörténet hálószoba titkait megismerjük? Bősze Ádám szerint szó sincs arról, hogy a nagy közönség ettől még jobban értené a komoly zenét. Tehát egészen más ez talán, mint az irodalomban, mert ott egy-egy irodalmi műnél fontos lehet, hogy ki a vers vagy a versciklus ihletője, a múzsa személye, vagy éppen az a helyzet, amiben a mű létrejött. A zene esetében azért ez egy kicsit más, azt vallja Bősze Ádám is, hogy azért, mert a zene sokkal elvontabban fejez ki érzelmeket, mint egy irodalmi szöveg. De azért az az izgalmas, hogy egy eféle szórakoztató könyv azért olyan zenetörténeti információkat, érdekességeket vonultat fel, amik igenis ráirányíthatják a közönség figyelmét egy-egy híres muzsikusra vagy a műveire. De azért ezt kétségkívül le kell szögezni, hogy itt nem tudományos munkáról van szó, hanem egy érdekes olvasmányról, amit a Bősze szerint akár a strandon is olvashatunk. A legnagyobb külhoni
szerzőkről esik szó ebben a könyvben. Haydn, Schubert, Mozart, Beethoven, Debussy, Puccini és a többiek. Most az is felmerült azért az a kérdés, hogy miért nem szerepelnek a híres magyar zeneszerzők. Bősze Ádám nemrégiben a Vörösmarty könyvtár vendége volt, és azt mondta, hogy itthon vannak olyan fekete öves zenetörténészek, akik nagyon komoly kutatásokat végeznek egy-egy magyar zeneszerző kapcsán, és hát óriási vitát generálna, hogyha ő tehát valamiféle elhamarkodott megjegyzést tenne. Független attól, hogy Bősze Ádám egyébként hozzá van szokva a kritikákhoz, mert egyik-másik megállapítása a rádióban is felhördülést okozott. Tehát például azt üzenték neki az olvasók vagy a hallgatók, hogy gusztustalan, amit művel, mert azt találta mondani a rádióban, hogy Debussy nagy szerelme Emma, olyan, mint egy vándorserleg, amit egymásnak adtak a zeneszerzők. Úgyhogy, de például azzal is kiverte a biztosítókot, amikor kijelentette egy rádió műsorban, hogy Richard Wagner egy szemétláda volt, legalábbis az első feleségével, Minna Planerrel úgy viselkedett. És hát nyilvánvaló, hogy mindez nem jelent komoly zenei értékrendet, mert Wagner zenéje attól még emberek milliói számára lehet egyenesen bódító hatású, de azért Minna az első felesége sorsa meglehetősen tragikus, hogy miért ez természetesen kiderül a könyvből. Annyit azért el lehet árulni, hogy végső soron feláldozta az életét egy férfiért, csak úgy, mint a híres Wagner opera Bolygó hollandi nő alakja. Tehát a karrierjét odadobta, elviselte, hogy Wagner mennyit költekezett, nem lehetett anya a Wagner miatt, rossz döntései miatt, tehát nagyon tragikus az ő sorsa. De én azt tartom a kötet legfőbb értékének, hogy Bősze stílusa, ebből is látszik persze, teljesen nélkülözi a sznobizmust, és tulajdonképpen azért ez a könyv azt igazolja, meg a történetek azt igazolják, hogy ezek a nagyszerű komponisták és hihetetlen zsenialitású alkotók is húsvér emberek. Tehát olyan érző lények, mint a hétköznapi emberek, és nem úgy kell tekintenünk rájuk, mint valami szoborra. Nekik is megvoltak a maguk gyarlóságai, tévedései és rémes tulajdonságai, és ettől talán egy kicsit közelebb is kerülnek hozzánk a zenerajongókhoz. És az is nagyszerű, hogy egyébként a könyvben minden fejezetnél több QR kód is szerepel. A fejezet kezdetén az első ilyen kód felidézi a szerző leghíresebb szerzeményét. Tehát, hogy hallhatjuk is okostelefonunk segítségével azokat a műveket, amikről szó esik. Tehát ilyen szempontból még nem is kell utána keresnünk egy-egy műnek. Ez azt hiszem, hogy ez növeli az élményt, és talán a fiatalok is arra sarkalja, hogy zenetörténeti könyveket olvassanak, vagy ezt például fellapozzák. Egy nagyon különleges attól, hogy találkozik a hagyományos kultúra, a nyomtatott könyv, ugye, találkozik a digitális technikával, a ma technikájával. Tényleg ritka, de egy nagyon jó dolog. Igen, mostanában törekednek erre egyébként. Könnyűzenész könyvét is tudom mondani, visszaemlékezését, ahol szintén ezek a kódok segítik az élményt. De hát komoly zenében mostanában nem ismerek ilyesmit. De kétség kívül ez is az ismeretterjesztés tartozik. De emellett Bősze Ádám hiteles forrásokat is igyekszik felvonultatni, amikor megrajzolja ezeket a portrékat. A komponisták levelezése vagy naplóbejegyzései nagyszerű adalékul szolgálnak. Előfordul, hogy azért van sok információnk egy komponistáról, mert már az életében megjelentek róla életrajzok, de így van ez például Haydn esetében.
életében is, de kiderül, hogy ezek inkább róla szóló anekdota gyűjtemények. Bősze az ő esetében is nem ezekre a gyűjteményekre hagyatkozik, hanem a levelekre, naplóbejegyzésekre támaszkodik, amikor megrajzolja Haydn és pokolfajzat felesége Anna Mária viszonyát. Na most hát az, hogy miért pokolfajzat, hát az is kiderül, mint ahogyan az is, tehát nyilván olyan zenetörténeti adalékok is, hogy Haydn a bécsi Stephansdomhoz tartozó iskolába járt, és komoly egyházzenei élet vette körül, és neki magának is gyönyörű hangja volt, és elbűvölő modora, ami hát hatással volt a szebbik nemre. Azt is megtudjuk egyébként, ugye ez jellemző a Bősze stílusára, hogy olyan szép hangja volt, hogy még az is felmerült, hogy esetleg kasztrálják, ahogy ez annak idején ez előfordulhatott, de Bősze megjegyzi, hogy de ez nem történt meg, mert különben, ugye nyilván tudták, hogy Haydn nem került volna be a Nagy zenészek Nagy szerelmek című könyv fejezetei közé. De annyit is, azt is megtudjuk, hogy hogyan nősült, egy rajongója bemutatta egy családnak, egy paróka készítőnek, és amikor Haydn lakást keresett, akkor ők adtak neki szállást, az asztalukhoz ültették, és hát a paróka készítőnek volt két lánya, és rögtön a szülők már elhatározták, hogy az egyiket mindenképpen Haydnhoz hozzák, vagy hozzáadják. Haydn ugyan Terez iránt fonzódott, de ő apáca lett, és ezért elvette a másikat. Aki viszont, tehát ő róla írta meg, hogy a pokolfajzat a feleségem, de hát azért kinek, nyilván Haydn a szeretőjének írta ezt a feleségéről, hát nyilván a nős pasi így akarta tudtára adni a szerelmének, hogy a felesége az nem számít, de azért az is kiderül, hogy Anna Mária nem tudni, hogy pokolfajzat volt-e, de minden esetre idősebb volt Haydnnél, és egy barátságtalan hatalmaskodó nő volt, aki hát egyáltalán nem vonzódott a művészetek iránt, és fogalma se volt, hogy a férje mekkora komponista. Na most minden esetre ugye azért azt a klasszikus nagy hármas gyakran emlegetik a zenetörténetben, hogy Haydn, Mozart és Beethoven a nagy klasszikusok, hát mind a három szerepel a könyvben. A Mozart portré például engem arról győz meg, hogy nagyon hiteles az a figura, ahogyan ezt a zsenit Milos Forman az Amadeus című filmjében láttatta. Tehát a könyvből is kiderül, hogy Mozart szélsőséges megnyilvánulásai és hangulatváltásai hát olykor kiverték a biztosítékot más emberekben. Igen, erősen káromkodott például, de ugyanakkor közvetlen, nyílt és szeretetre méltó, szellemes emberként írták le a kortársain. Ez a kettősség megmutatkozik ebben a könyvben is. De az biztos, hogy Leopold az apja nagyon igyekezett kordában tartani és megregulázni, ugyanis Leopold rájött, hogy a két gyereke zenei tehetségéből komoly hasznot lehet kovácsolni, és ehhez mindent megszervezett és megtervezett, és Mozart szertelensége nyilván ez is bosszantotta Leopoldot, és igyekezett kordában tartani, de a szakadék egyre nőtt közöttük, úgyhogy az apát rosszul lett kerülgette, amikor Mozart feleségül akarta venni a választottját, Konstanz Webert. Hát Mozart hiába igyekezett a levélben is meggyőzni arról, hogy ez a lány mennyire puritán és mennyire feleségnek való. Többek között azt írta róla, hogy egyedül fésülködik. Na most nyilvánvalóan ez is benne van a könyvben, egy-egy ilyen külön keretbe kerülnek azok a kultúrtörténeti érdekességek, amik hozzátartoznak a történethez. Ugyan
ugyanis akkoriban olyan toronyfrizurákat viseltek a hölgyek, hogy hát kevesen tudtak egyedül fésülködni, de a Konstanz egyszerűségét akarta így láttatni Mozart, hogy képes egyedül megfésülködni. De tulajdonképpen az is érdekes, hogy miként élt végül együtt Mozart és Konstanz, hogyan tudott Mozart hihetetlen koncentráltan alkotni, ez egészen különlegessé teszi. Mert hát közben a felesége sorra adott életet a gyereküknek, amiből 6 gyereket szült, és 2 maradt életben, tehát közben zajlott az élet körülöttük, de mégis Mozart pedig miközben hát a gyerekei meghaltak, a felesége sokat szenvedett a gyermekágyban, tehát közben azért szüntelenül dolgozott és komponált, még ugye a halálos ágyán is ezt ismerjük, hogy még azt arról is beszélt, hogy hogyan kellene befejezni a Requiemet. És hát ami pedig Beethovent illeti, hát róla is nagyon érdekes portrét kapunk, azt írja Vösze Ádám, hogy Beethoven a lapátoló munkásokhoz hasonlóan stírölte a nőket, utánuk fordult, így megállt, és hosszan gyönyörködött bennük, jó, hát mondjuk fütyülni nem fütyült utánuk, de hát minden esetre ő nem csajozni akart, hanem a szerető feleséget, a társat kereste, és hát ebben a külseje és a mind rosszabbodó hallása akadályozta. Mint a korszak legtöbb zenészének, zeneszerzőjének számára is kereseti lehetőségként kínálkozott a tanítás. Most ebből a könyvből is kiderül, hogy Beethoven több tanítványába is beleszeretett, és hát még az is megesett, hogy a fellángoló vonzalma miatt a család más zenetanárt keresett. Szóval azért azt nem engedhették, hogy rangon alul házasodjon a kisasszony. De hát nyilván a zenetörténet jó ismerői nem lepődnek meg azon a történeten, mert ez is egy ilyen közkeletű történet, hogy a Führ Eliz valójában nem egy Erzsébetnek, egy Führ Eliz, nem Eliznek íródott, hanem Führ Teréz lehet, mert valószínűleg egy Teréz nevű nőbe volt akkor szerelmes Beethoven, csak sajnos a kotta, a kézirat, a neki ajánlott kézirat elveszett. De arra is választ keres Bősze Ádám, hogy ki lehetett az a bizonyos halhatatlan kedves, kinek írta Beethoven az el nem küldött szép szerelmes levelet, ugye ebben mi is érintettek vagyunk, hiszen a Martonvásári Brunswick kastély kisasszonyai Teréz és Józefa is felmerül, mint lehetséges kedves, különösen Józefa egyébként, mert hiszen őket is tanította Beethoven. Úgyhogy tele van ilyen jobbnál jobb történetekkel ez a könyv. Még azt is elárulom, hogy van a könyvben egy kakukktojás, mert a 10 zeneszerző közül egy nő. Ő a Fanny Mendelssohn, a 19. századi zeneszerző, tehetséges pianista, és Felix Mendelssohn testvére. Most az első nő, aki ott a 19. században vonós négyest komponált, de hát rossz korban született, egy olyan korban, amikor a nők feladata elsősorban a férjhez menés volt, bár talán ebben is szerencsésnek bizonyult, mert olyan férjet választott, aki mindenben támogatta. Úgyhogy még ez a sors is érdekes. Ajánlom tehát a könyvet mindazoknak, akik a nagy komoly zenei klasszikusok szerelmeit szeretné megismerni. Gombkötő Ginának köszönjük szépen!